Hello fiúk, lányok! Elérkeztünk egy következő videóhoz, ami pedig a Liverpool fanset doboz lesz, rögtön kettőt is megnézünk belőle. Úgy néz ki, hogy ez most a fanset dobozok hete, mert ugye hétfőn megnéztük a Manchester City-s dobozt, most pedig a Liverpoolos fanset dobozt fogjuk kibontani, ami biztos, hogy 28 kártya, amiből kettő garantált paralel. És nézzük is meg, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit sikerül belőle bontani. És meglepő módon nem barbár módjára téptem szét, úgyhogy ez már egy piros pont nekem. És akkor lássuk is, hogy mit tartogat számunkra. A doboz. Ó, rögtön egy legenda. Jamie Carragher. Szemetet közben arrébb rakjuk. Egy rövid leírás. Alexander Arnold. Picit megnézzük, hogy a két doboz mennyire különbözik, mert ugye a korábbi évekhez ellentétesen, vagy ellentétben, ugye a bészlapok se fixek, tehát hogyha veszel két dobozt, akkor nem biztos, hogy a bészlapok teljesen ugyanazok lesznek. Ian Rush. Alcantara, egy Jordan Henderson, Bajcsatics, és itt van rögtön egy különlegesebb, Mohamed Salah. Próbálok helyet csinálni, úgyhogy minden is elférjem. Luis Diaz, egy Xabi Alonso, Andy Robertson, Wataru Endo, Andy Robertsonnak ez a képregényes lapja, és ott mögötte már látszik is Szoboszlai Dominik, Ben Doak, Diogo Jota, Van Dijk, egy rookie lap. Fiatal támadó. Egy külön kupac lesz. Joe Gomez. Ellison. Harvey Elliott. És itt is egy Ben Doak. Közben itt menekülnek már a lapok. Matip. És egy Fernando Torres, McAllister, egy Electric McAllister, és az első paralel, Harvey Elliott. És a számozott rögtön egy legenda, Jamie Carragher per 399. Mögötte pedig még egy számozott, két számozott, egy per 50-es, Sir Kenny Dalglish. Ó, ez nagyon kegyes volt hozzánk ez a doboz. Ráadásul ebből a képregényes változatból. Nagyon szépen csillog. Nézzük a következőt, bár nem vagyok benne biztos, hogy ez sikerül felülmúlni. Ian Rush. Őt már láttuk. Alcantara. Jordan Henderson. Ő is benne volt az előzőbe. Azt nézem, hogy ő például nem, Ben Doaknak a bészlapja, őt nem sikerült az előbb, úgyhogy ezek szerint, hogyha a teljes bészsort ki szeretnéd gyűjteni, akkor mindenféleképpen több dobozzal kell vásárolni. Alexander Arnold, Darwin Nunez,
Xabi Alonso, biztos, hogy volt, Andy Robertson, Sir Kenny Dalglishnak a sima, nem paralel változatú lapjait össze is tudjuk hasonlítani a per 50-essel. Látszik, hogy a számozott változat az kapott egy ilyen csillogós réteg fóliát, de egyébként pedig teljesen ugyanaz. Folytassuk tovább. Curtis Jones, Van Dijk, közben rendezgetek, Szoboszlai, Ben Doak, Diogo Jota, Mascherano, egy újabb legenda. Itt nyitunk egy új sort. Konaté, Joe Gomez, Ellison, Harvey Elliott, őt is nyitottuk már, Cody Gakpo, Salah base lapja, Fernando Torres, McAllister, egy újabb McAllister, úgy látszik, ők így párban járnak, Cody Gakpónak a base verziója, Salah, és elérkeztünk a két paralelhez. Alexander Arnold az egyik. Számozott lap pedig egy per 399 Wataruendo. Hát az előző dobod az sokkal sikeresebbnek mondható. Plusz itt a sarka az egy kicsit már megviselt. De összességében szerintem elégedetek lehetünk a dobozzal, hiszen jött a per 399-es Endo, a Jamie Carragher, szintén 399, és a per 50-es Kenny Dalglish. Ennyi lett volna ez a Liverpool dupla fanset doboz. A héten még jönni fog egy Topps exkluzív doboz a card show-ról, Showtime, abba is belenézünk, úgyhogy lesz még tartalom. Ha tetszett a videó, akkor kövessetek, nyomjatok egy lájkot, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!